alsó bejáratnál, ami nem olyan fő bejárat lehetett mégiscsak. Ez a kert nem így nézett ki természetesen, hát már ott kell a társadalmi, az esküvőt és egyébként. Itt egy kastélypark volt valamikor. A hamari katonai térképbe sikerül átalálni, szabályos kert elrendezését, mint egy általában ugye ekkoriban azért ügyeltek erre, hogy a gazdaságok és egyéb épületek mellett egy nagyon gondozott kert is, illetve park legyen saját kertészel, stb. Stb. Ez nyilván ez a bejárat ugye azért érdekes, ez egy kis kastély, tehát azért a viszonyokat mindig nem elő tartja, mert hogy megállt a lovaskocsi, akkor ugye esőben lehetett beszállni és kiszállni belőle. És ennek is van egy kis erdője, tehát ez a két kénykülökbe igaz. És akkor bemegyünk, ahol elvileg annak idején is többletet jöjjenek be, ebben nem fél az, aki még kim van. Azért érdemes itt jönni, illetve látni így, hogy maga a kastély az egy tér alakot vesz tőle. Ugye elő ott voltunk a főhomlokzatnál, az gyakorlatilag arra a területre egy merőleges, és a belső ellátás is olyan, ez pedig ennek a T betűnek a szára. És ezen a lépcső lehet feljutni a első emeletre. Följöttünk az első emeletre, van még egy emelete, ez a tetőtér beépítés, ott szobák vannak, jelen pillanatban is, illetve itt láthatóak a szobák. És ott van az a verti bejárat, majd, bocsánat, a végeztünk és fakultatívvel ki lehet talán menni, ahol előbb álltunk alatta a kocsi behajtós. Egy kis megvárt hadcsinálás van, jó? Tóth Tünel festőművészet, a festőművészet van, akik a falon. Itt vagyunk a nagy szalon nevezeti résznél, nagy terem tulajdonképpen itt a belső emeleten, és mint említettem, oda lent, itt volt az iskola terem, illetve a moziterem is ez volt, meg művelődési házként is üzemeltődött, a rendezvények is itt voltak, és fel ebből nyílik a toronynak egy bizonyos kivarszobája, tehát is kerek. Első emeletének szinte már egy pici ilyen, és itt tudunk majd kimenni a fő homlokzat, a főbejárat, vagy hát nem is tudom melyik a főbejárat, mindegy, ahol először álltunk, a fő homlokzat erkélyére is. Belefészebb volt a közöle is. Mindig van szervezni.
Akkor az erkély jelenetet csináljuk már meg itt, jó? Így fotóval. Hát erkélyben vagyunk. Feljött Rómeós Júliához. Jó, köszönöm. Nem tudtam kiadni a pénzt. Szabad egy fotót? Pillanat, a hölgynek is a ruhája is lett. Köszönöm szépen. Pont elnézte, Mária már fog kifnyelni. Örökszem még Rósinak, ugyanígy. Látom az eredeti jobb. Most mondom. Jobb is az. Nem, már most becsapom benne. Kijövök ide mesélni, mindenki itt van egy kerületben. A területről annyit hagyd mondjak már régen, hogy... De nyilván az írásos forrásokat említettem, nagykót először megjelent. De a régészeti leletek messzebbre nyúlnak vissza. Innen kb. 3 kilométerre van légvonalban a másik kastély, a Szent Tamási kastély, az is a másik kastély. Azt biztosan tudjuk, hogy a másik kastély Almás Imre építette 1891 és 1892-et. De az érdekesség, amiről most mesélnék, az is egy gazdaság volt, a Szent Tamási gazdaság, később a Koreszenekősi gazdaság. A 60-as években építettek egy hibrid üzemet, ugye meg kukorica termesztés volt itt a környéken, és itt a úgynevezett Imre Majorban, ami itt a két kastély között van, nagy homokos homokbánya volt, és ugye kellett a építkezéssel is a homok, és ott találtak egy érdekes leletet, Sajnos ugye a markológép, amikor kiemelte a homokból, illetve hát az akkori munkások úgy gondolták, hogy ez nem értékes. De később sikerült a régészeknek összeszedniük a tárgyak egy részét, illetve hát további ásadásokat folytattak a területen, persze már ezek nem adták vissza azt az állapotot, amit a régész találmányok és állapotosok. De miről is van szó? A lelet egyedülálló, amit itt találtak a környéken, mégpedig azért, mert találtak egy aranyozott övcsatsorozatot, tehát egy övnek a részeit, ugye a szerves anyagnak nem maradt csak a fény, egy oroszlános övcsapot. Ez azért érdekes, mert csak a legmagasabb vezetői szint engedhette meg magának, hogy aranycsatot, illetve oroszlánnal elképzelhető csak viseljen, és ugye ezt beletemették a sírba. Ebből az következik, hogy minimum fejedelem sír lehetett az, amit itt megtaláltak. A különlegessége az, hogy találtak mellett egy csészét. A csésze a szokásos honfoglaláskori mintákat viselte, és ebből összesen 3 darab került elő eddig. Az egyik az nem tartozik a honfoglaláskori régészeti anyaghoz, a másikat pedig Zemplénben találták. Tehát egy rendkívül ritka leletről van szó. De hogy mit is jelent ez a lelet, mindjárt elmondom.
az övcsatról még egy gondolatot, hogy az övcsatnak a párját egy teljesen ugyanolyan mintázatú, méretű és anyagú övcsatot a Kárpátokon túl találtak meg. Ez azt jelenti, hogy akit ott temettek el, az még nem vett részt a honfoglalásban, akit meg itt temettek el, az igen. Mégpedig azt is jelenti, hogy első generációs honfoglaló sír az, ami itt a közelben előkezik. És amit mondtam, hogy aranyogott, oroszlános csat, illetve ez a csésze, ami egyértelműsíti azt, hogy az itt megtalált sír, vagy eletanyag, az egy honfoglaló törzs vezetőjének a sírja, mégpedig olyan honfoglaló törzs, aki Árpáddal jött ide is vezette az egyik törzset, a Héri törzset. Ez egy elég érdekes történet, nem tudom, hallottak-e már erről, ez a csésze jelenleg a Damjanis Múzeumban van. Nyilván a régészek nem tudnak hajszálni pontos, mert egy írásos nyomja nincsen. A leletanyag azt mutatja, hogy Ond vezérsírja lehetett az, amit itt egy kilométer lényén körül megtaláltunk. Na most, ami egyértelműsíti, hogy ez egy honfoglaló törzs szálláshelye lehetett az előtt. Most nem képzeljük el, hogy itt anyát lehetek is akkor egy kilométerre, hanem ez egy 10-20-50 kilométeres sugárban elhelyezkedő családok, nagycsaládok, fejedelmek és mindentől törzsi felépítési területeket jelentek. Mert hogy például nagykörűben került elő nem ér hasonlóan beutat nem törzsi utának, illetve távol viszonyokat tekint a szolnapon is, ugye az alsó elemet találtuk. Tiszafüredet is. Tehát az egész kerületes félmegyénye legalább jelentett, hogy egy ilyen szállásokat keresett. És ami legfrissebb, hogy a M4-es mostani építés, ami valahogy ugye a környezetes miatt is minden egészen kanálik, ennek a területén konkrétan Súrján és Barta puszta közötti területen feltártak egy unhalmat. Ez most történt tavaly nyáron. És rendkívül érdekes leletanyagok közül találtak például egy olyat, ami szintén egy első generációs női övcsat, női sír, amiben egy övcsatot találtak. Az MTN-hez visszautal, akit a másik csészét megtalálták, ott csak ez is övcsat van. Tehát az nem első sírt jelent. Tehát ez a sír az egyik legjelentősebb honfoglaláskori sír, amit itt a közelben találtak. A kétpólt, vagy a csészét valamilyen kétpólt csészének nevedik. Nem kétpólt területen találták, de ezek mindig valahogy eldőlnek, hogy milyen települések közeli a lelet, és akkor arról nevedik el. A terület mögött a Imre Major, illetve Szent Tamáshoz tartozik. Szerintem ez egy érdekes történet volt, remélem, hogy tetszett, és akkor azt javaslom még, hogy amit nem láttak a kastélyban nézzék meg. A szobákat én nem kívánom bemutatni, mert ott egyszerű szobák, esetleg még a másik esetére ki lehet menni. Páros 14-es.